sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Bocsánatot kérünk, hogy ilyen csúszással tudjuk elkezdeni. Egy órája dolgozunk ezen. Isten hozott mindenkit a közvetítésen. Itt vagyunk együtt a templomban, és nagy türelemmel vártuk ezt a kezdést. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. És a jelenések könyvéből még ezzel az igével köszöntök. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Énekeljük a 255. dicséretnek az első két versét. Mely igen jó az Úristent dicsérni. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a templomban, és otthon a képernyők előtt foglaljuk el helyünket itt a templomban. Szeretettel mondom a képernyők előtt ülőknek, hogy a lelkész családok vagyunk itt jelen, akik türelemmel vártuk ezt a fél órát, hogy együtt lehessünk. Az orgonista testvérünk és egy énekben szolgáló testvérünk, mindannyian örömmel készültünk, együtt fogunk szolgálni ezen az Isten tiszteleten. Nagyon más ez a ma reggel, olyan furcsa volt így fölébredni a fasorba, hogy nincsen zaj, hogy nem jöttek a gyerekmunkások, a gyerekmegőrzősök, akik már sokszor 9-kor itt vannak, de mindenképpen szeretnénk megtartani az alkalmakat, ezt a mai Isten tiszteletet is, és fél órát küzdöttünk, hogy sikerüljön ez az élő közvetítés. Nagyon örülünk neki. És hát a legnagyobb fájdalmunk az, hogy amiatt így vagyunk együtt, a járvány miatt, ezért imádkozunk, hogy Isten adjon ebben áldást, és adjon ebben megoldást. Hirdetem a lelkészi hirdetésekben, hogy a héten eltemettük Fodor Imre testvérünket, az ő családjukra kérjük Isten vigasztaló kegyelmét, és értük imádkozunk. És hirdetem örömmel a lelkészi hirdetésben, hogy két kisbabáért is hálát adhatunk, akik itt a kollégiumon belül, akikért imádkoztunk, megszületett Botos Csilla tanárnőnknek, aki még a fél évben is itt tanított, Borka nevű kislánya, és megszületett Zila Péterné óvoda vezető testvérünknek, a Gábor fiának a harmadik gyermeke, Péter, tehát az óvoda vezető testvérünknek az unokája. Isten legyen a mi gyülekezetünkkel, és folytassuk Isten tiszteletünket, majd bővebb hirdetéssel még az Isten tisztelet végén szólok. A 390. dicséretünket keressük ki, annak mind a 4 versét énekeljük.
Ami segítségünk és ami Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek,
Isten igéjét Lukács evangéliumának a 18. részéből olvasom, a 18. rész 18. verstől a 34. versig terjedő szakaszát. Ezt figyelemmel kiki a maga helyén hallgassa meg. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod: ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: Még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt: Milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: Akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ekkor így szólt Péter: Íme mi ott hagytunk mindent, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk: Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az emberfiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Isten tegye áldottá az ő igéjét. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálával magasztalunk és dicsőítünk, hogy Te azt mondod, hogyha ketten vagy hárman összegyűlünk a Te nevedben, akkor Te ott vagy közöttünk. És köszönjük, hogy összegyűlhettünk, akár a mi otthonunkba, és Te teszed azt templommá, akár itt néhányan a Te házadban, és Isten tiszteletet tarthatunk, mert dicsérünk Téged, mert hívunk Téged, mert magasztalunk Téged, mert egyedül Te tudsz könyörülni rajtunk, Urunk. Megvalljuk Neked, nagy szükség van, könyörülj rajtunk. Bőjt negyedik vasárnapján, olyan döbbenetes bőjtben van ez a világ. Urunk, csak Te tudod megállítani, csak Te tudsz fölemelni bennünket, és ezért kiáltunk. Kiáltunk a betegekért, kiáltunk a gyászban lévőkért, kiáltunk mindannyiunkért, akik aggódunk, félelmekben vagyunk, és kiáltunk azért, hogy nagyon erősen meg tudjuk fogni a Te kezedet. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Mert Te vagy az, aki hatalmasan tudsz parancsolni a szélnek, a viharnak, a betegségnek, a természet erőinek, és a Te kezedbe tehetjük le a mi életünket. Hálával köszönjük, Szentlélek Isten, hogy itt vagy jelen, és kérünk, hogy szólíts meg minket a Te igédből, a Te szavadból. Könyörülj rajtunk, hogy hallhassuk és érthessük, és megnyithassuk a szívünket, és eljuthassunk hozzád
hozzánk a Te üzenetet. Könyörülj rajtunk, Urunk. Ámen. Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 161. dicséretnek az első versét. Hallgassuk meg, szeretett testvérek, hallgassuk meg fennállva azt az igét, amelyet az előbb felolvasott szakaszból, vagyis a Lukács evangéliuma 18. részéből, a 18. résznek, a 18-tól a 30-ig terjedő szakaszából kiemelni szeretnék, ez pedig a 29 és 30. versek, így hangzik az ige. Az Úr Jézus Krisztus pedig ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig örök életet. Foglaljuk el helyünket. Kedves Fasori gyülekezet, kedves itt a templomban összegyűlt lelkés családok, és kedves kollégiumi hittanos családok, reméljük, hogy onnan is vannak közöttünk a közvetítésen. Kollégiumi istentiszteletre gyűltünk volna össze ezen a mai vasárnapon, még 2 héttel ezelőtt is erre készültünk, és nem gondoltuk, hogy így alakul, ahogy most megadatott ez nekünk. Gondolkoztam azon, hogy azt az igét hozzam el, amely arra a vasárnapra adatott volna, de aztán, ahogy imádkoztam érte, mégis ez az ige helyeződött a szívemre. Imádkozzunk azért közösen, hogy bárcsak az a kollégiumi ige még a tanév bezárása előtt megadasson, hogy itt összegyűljünk. Tudom, hogy Bea néni másodikos osztálya már elkészült a szolgálatával, és nagyon szerették volna azt elmondani itt közöttünk. Hát, ha még a tanévzáró előtt ez megadatik, imádkozzunk ezért közösen. Ez az ige, amit most felolvastam, a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti tegnapi és mai ige, és Isten ezt, ahogy elolvastam, nagyon betöltötte a szívemet. Talán azért is, hogy mindenkinek felhívjam a figyelmét, hogy olvassuk a napi igét a Bibliaolvasó kalauz szerint. Bizonyosan, akik ezt tesszük, azok megtapasztaltuk a héten is, hogy olyan erővel szólt szinte mindegyik napi ige. Olyan különleges megszólító erővel, mint akár máskor még nem, vagy nem minden nap, de most nagyon nagy erővel, ószövetségi, újszövetségi is. Kérdéseink. Ez az egy szó helyeződött először a szívemre, amikor ezt az igét átgondoltam. Kérdéseink ma, és kérdéseink akkor. Millió kérdés van a szívünkbe ebben az elmúlt héten. Engem is több kérdéssel megkerestek. Például, hogy miért adatott most ez a járvány nekünk? Mire kell most ebbe az időben nekünk nagyon gondolni? Vagy miért is engedi ezt Isten? Mi a cél ezzel, amiben most vagyunk? És vajon nekünk milyen kérdéseink vannak?
milyen kérdések fogalmazódtak meg bennünk az elmúlt héten. Ebben a felolvasott bibliai szakaszban is van egy kérdés. Igazából a kérdés fogalmazódik itt meg. Egyetlen egy nagy kérdés. Mit kell cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet? Hogyan nyerhetem el az örök életet? Mennyire kérdés ez a mi számunkra? Akár most az elmúlt héten is, ahogy talán sokkal inkább magunkba csöndesedhettünk, ez a kérdés vajon megfogalmazódott-e bennünk? Elgondolkoztam azon, hogy itt van előttünk ez a gazdag ifjú, egy fiatal ember, aki gazdag. Mennyi kérdése lehetne neki? Például az, hogy hogyan tudná még inkább gyarapítani a vagyonát. Vagy az, hogy mit kezdjen azzal a nagy vagyonnal. Vagy például az is kérdése lehet, hogy hova menjen nyaralni? Hova menjen elkölteni azt a vagyont? Vajon egy mai gazdag ifjúnak milyen kérdése van? Hogy hogyan tudná még inkább élvezetessé tenni az életét? Vajon egy mai gazdag emberben milyen kérdések fogalmazódnak meg? Én nekem öröm töltötte el a szívemet, amikor ezt az igét elolvastam, hogy ennek a gazdag ifjúnak ilyen kérdése van. Hogy már látja azt, hogy nem csak annyi az élet, amennyit itt a földön meg tud fogni. Nem csak annyi az élet, amit itt a földön tud birtokolni, hanem ennél többre vágyik. Hogy ezt kérdezi meg, hogy hogyan kaphat ő örök életet. Ez csodálatos első pontban. És olyan jó lenne most újból ezen elgondolkozni, hogy mi gondolkozunk ezen? Hogy főleg most itt az elmúlt időben, amikor úgy gondolom, hogy sokkal csendesebb az életünk, akkor eljutottunk ehhez a fontos kérdéshez. Csak ennyi az élet, amennyit láthatunk, vagy van ennél több? És főleg nekem, nekünk kell ennél több? Kell a láthatatlan? És aztán a második szó, ami a szívemre helyeződött, a válaszok. A válaszok. Isten válasza, az emberi válaszok, a mi válaszaink. Annyira csodálom most is az Úr Jézus Krisztust, a mi Úrunkat, aki leáll ezzel a gazdag ifjúval beszélgetni, aki időt szár rá, aki válaszol az ő kérdésére. Pláne csodálatos, hogyha végigvesszük ezt a történetet, mert tulajdonképpen ennek a gazdag ifjúnak nem igazán szükségesek a válaszok. Ennek a gazdag ifjúnak már készek a válaszok a szívében, látjuk ebben a történetben. Ez a gazdag ifjú tulajdonképpen hasonlít ahhoz a tanulóhoz az iskolában, aki csak azért teszi föl a kezét, hogy a tanár, vagy azért kérdez meg valamit, hogy a tanár észrevegye, hogy ő tulajdonképpen tökéletesen tudja a választ. Arra vágyik, hogy azt mondja neki a tanár, hogy ötös, hogy megdicsérje a tanár. Ez a gazdag ifjú azért megy oda Jézus Krisztushoz, hogy tulajdonképpen egy nagy igazgatói dicséretet kapjon tőle. Igen, tökéletesen tudsz mindent, tökéletesen tettél mindent. Hiszen ez a gazdag ifjú kimondja ebben a példázatban, hogy ő megtartotta az összes parancsolatot. Tudjuk azt ugye a zsidó szabály rendeletek szerint, hogy 365 tilalomra és 245 parancsra, 48 parancsra osztották azokat a dolgokat, amiket szerintük meg kellett tartani egy hithű zsidó embernek. Ezeket ez a gazdag ifjú mind ismerte, mind tudta, és mind igyekezett megtartani. Ugye elgondoltam, mi lenne, ha azt mondanánk most a gyermekeknek, hogy el tudjuk-e sorolni például a házi rendet, a házi rendnek a szabályait. Pedig ott nincsen 613 parancs, mint ami nekik volt, de mi nem tudjuk azokat elsorolni. Ez a gazdag ifjú valószínűleg föl tudta volna sorolni, és arra várt, hogy Jézus Krisztus azt mondja neki, kiváló, csodálatos. És Jézus Krisztus nem ezt mondja neki. Mert az Úr Jézus Krisztus nem csak azt ismeri,
hogy mi az, amit mi elmondunk magunkról, hanem azt is ismeri, hogy mi van a mi szívünkben. Az Úr Jézus Krisztus tökéletesen lát bennünket. És olyan csodálatos, hogy azt mondja neki akkor az Úr Jézus, hogy jó, akkor 613 emberi parancsot képeztek a Mózes könyvéből az akkori zsidók, térjünk vissza csak ahhoz a 10 parancshoz, amit Isten elétek adott, mert az a fontos. És kezdjük azt új végre venni. Ne őj, ne paráználkodj, tiszteld apádat, anyádat, ne lopj, ne mondj hamis tanúbizonyságot. Ezeket én mind megtartottam, mondja a gazdag ifjú. Ifjú koromtól, gyermekségemtől kezdve. Micsoda nagy dolog, amit ő megállapít magáról. Jó, akkor még mindig türelmesen szól hozzá az Úr Jézus Krisztus, a jó mester, milyen jó itt látni, hogy ő nem jó mester, hanem sokkal több ennél, ő a megváltó, ő a szabadító, ő az Isten fia, és ő bemutató tanítást tart ennek a gazdag ifjúnak. Jó, akkor kezdjük az első parancsolattal. Mondjuk csak el együtt, mi az első parancsolat? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyen néked idegen Istened, más Istened rajtam kívül. Jó, akkor tegyük ezen mérlegre a te életedet. Így van? Nincs más Istened rajtam kívül? Én vagyok a te Istened? Az Úr a te Istened? És akkor azt mondja neki az Úr Jézus Krisztus, eredj el, és add el te az összes vagyonodat, oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, és jér és kövess engem. És a gazdag ifjú egy pillanat alatt lelepleződik, hiszen nem bírja ezt megtenni. Az a szó, ami itt szerepel, olyan érdekes a vagyonra, az a szó, amely itt szerepel, az egyben azt is jelenti, hogy birtoklás, hogy megfogás, hogy fogvatartás, hordozás, ragaszkodás valamihez. A vagyon birtokolta, fogvatartotta, megfogta ezt a gazdag ifjút, bálványává lett. Annyi minden lehet bálványá a mi életünkben és a mi szívünkben. Annyi minden tarthat fogva, tarthat, ragaszkodhatunk hozzá. Nem önmagában a pénz a rossz, mert lehet a pénz hasznos is. Látjuk a Bibliában, hogy hány és hány gazdag ember volt. Akár ott van Ábrahám, a fejedelem. Ott van Dávid, a király. Mind-mind gazdag volt, de az ő szívüket nem a pénz tartotta fogva, hanem Istennek adták oda. És ezért helyesen gondolkoztak erről. Eszembe jut erről az egészről az a kis történet, lehet, hogy sokan ismerik, hogy hogyan fognak a vadászok majmot a dzsungelben. Ismerjük ezt a történetet. A vadászok elmennek, és egy nagy kókuszdiót ketté vágnak, aztán azt kipucolják, és aztán beletesznek egy narancsot. És a narancsot, és így az összeragasztott kókuszdiót fölakasztják vissza a fára. Ugye kérdezhetnénk, hogy miért is fogják meg szegény majmokat, lehet, hogy pont azért, hogy ide hozzák hozzánk az állatkertbe, nem tudom. Minden esetre ott vár aztán a vadász a fölakasztott kókuszdióval a fa alatt. És jönnek a majmok, megérzik a narancsnak az illatát, és benyújtja a kezét, és megfogja a narancsot. És mi történik? Ugye utána nem bírja kihúzni a kezét, és megfogta a narancs és a kókuszdió. Mit gondolunk, hány százalék az, amelyik elengedi utána a narancsot? Nagyon minimális százalék, szinte alig. Mindegyik megfogatik, nem engedik el a narancsot, és ezért nem tudnak elmenekülni onnan. Így fognak meg bennünket is dolgok. Sok-sok minden lesz bálványá a szívünkbe. És nem bírunk belőle szabadulni. És ez a világ annyi mindent kínál.
ettől leszel boldog, ha ezt megfogod. Akár a hírnevet, akár a gazdagságot, akár a hatalmat, akár csak egy öltözéket, akár csak azt, hogy hogy nézek ki, és az miután megfogjuk, és nem bírjuk elengedni, az fog meg bennünket. Ezért is mondja Jézus Krisztus, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket ezen a világon, ahol a móly és a rozsda megemészti, és a tolvajok kiássák és leellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol nem lesz semmivé. Vagy azt mondja, hogy mit használ, ha az embernek az egész világot megnyeri, de a lelkében viszont kárt van. Annyi mindennek bedőlünk, mondhatnánk így, ami aztán megfog bennünket. Mi tart fogva bennünket? Gondolkozzunk el ezen a mai vasárnapon. Az elmúlt két hétben egy különös böjtöt élünk. Annyi mindent el kellett engednünk. Lehet, hogy magunktól nem engedtük volna el ezeket. El kellett engednünk a találkozásokat, el kellett engednünk szórakozásokat, el kellett engednünk különböző programokat, rendkívül sajnálatos, és imádkozunk azért, akiknek el kellett engedni a munkájukat, vagy anyagilag nehézségben vannak, és imádkozunk azért, hogy az egészségünk el ne vétessen. Lehet, hogy eljön idő, amikor nem tudunk interneten sem közvetíteni, vagy együtt lenni, mert az is olyan túlterhelt, mint amit most is átéltünk. Mi mindent kellett elengedni? Mi az, ami ebben az elmúlt egy-két hétben a legjobban fáj nekünk? Mi az, amire azt tudjuk mondani, hogy ezt semmiképpen el nem akarom engedni? Vagy egy kicsit másként kérdezném ezt a dolgot. Mi az, ami a legjobban hiányozna? Vagy ha így kérdezem, hogyha mindent oda kellene adnunk, a munkát, a közösséget, a pénzt, az egészséget, a családot, akkor lenne, ami maradna legvégül? Lenne, ami ott maradna, és ami mégis megtartana bennünket? Lenne olyan alap, amire mégis rá tudnánk állni? Igen, nekünk hívő embereknek lenne, mert Jézus Krisztus elvehetetlen. Mert a Szent Háromság Istenbe vetett hitünk mindig ott lenne, és az az alap, amely mindig megtartana bennünket. Vagy így is kérdezhetném, te mi az, amit elhagynál Jézus Krisztusért? Hogyha azt mondaná Jézus Krisztus, azt hagyd el, és jér, és kövess engem, akkor el tudnád hagyni? Mi az, amit elhagytál eddig? És mi az, amit elhagynál most? Valamire azt mondanád, hogy semmiképpen? Ezt a kicsit odaadom, de ez semmiképpen, mint ahogy itt a gazdag ifjú is tette. Olyan csodálatos látni, hogy itt vannak ebben a történetben a tanítványok. A 12 tanítvány, akik közül Péter rögtön azt mondja, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. És valóban elhagyták a családjukat, elhagyták a korábbi elképzeléseiket, a munkájukat, elhagyták a feleségüket, és követték Jézus Krisztust. És milyen csodálatos, ahogy mondja nekik az Úr Jézus, és ezer szeressét kapjátok. Mert kapjátok a vele való közösséget, és kaptok benne az Úr Jézusban családot, amely csak megerősödik, a vele való család közösségünk is, új családi kapcsolatokat is, és örök életet. Ő nem megfoszt bennünket, hanem ezerszeresen megajándékoz. De ő akar a legnagyobb lenni a mi életünkben. Azért mondja, hogy hagyjuk el, hogy ő lehessen az uralkodó a mi életünkben és a szívünkben. Válaszok. És itt a válaszoknál eljutunk a legfontosabb és befejező részhez, amit nagyon szeretnék még mindenki szívére helyezni. A szakasz, amit felolvastunk, Jézus Krisztussal fejeződik be. Ő adja a legcsodálatosabb választ azzal, hogy önmagára mutat. Amikor a tanítványok azt mondják, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, akkor egyszer csak az Úr Jézus azt mondja, hogy most pedig fölmegyünk Jeruzsálembe.
És valójában ő lesz az, aki elhagy mindent, aki odaad mindent mi értünk. Szeretném, ha ma is elgondolkoznánk azon, hogy Jézus Krisztus elhagyta a mennyet, az ő mennyei családját, és földre jött értünk. Milyen jó énekelni együtt azt az éneket, elhagyják gazdagságát, véghetetlen országát, hogy érettünk adja önmagát. Elhagyta a kényelmét, a méltóságát, a megbecsülését. Így mondja Krisztus himnusz, megüresítette magát, és szolgai formát vett fel. Elhagyta a gazdagságát, és egy saruban gyalogon járta az utakat. Elhagyta a maga védelmét, és odaszánta magát. Így olvastuk, a pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de harmadnap feltámad. Semmihez se ragaszkodik a jogaiból, semmihez se ragaszkodik a méltóságából, az ő emberi mi voltából, és végül elhagyja azt, ami a legfontosabb ilyen értelemben az emberi mi voltunk számára, az életünket, és odaadja az utolsó csepp vérét azért, hogy bennünket megmentsem. Ahhoz az egyhez ragaszkodik, azt nem hagyja el, hogy az Atya akaratát teljesítse. Abból semmit nem hagy el, hogy amit az Atya akar, amit az Atya mond neki, azt beteljesítse. Amikor kikerestem a Bibliából, hogy hol szerepel az elhagyja szó, akkor szinte 60-szor szerepel az a Bibliában, hogy ti emberek, mondja Isten, elhagytátok az én szövetségemet, az én parancsolataimat. Ez a leggyakoribb. És olyan csodálatos ezzel szembe oda tenni, hogy Jézus Krisztus pedig nem hagy el egyetlen pontocskát, egyetlen iótát, az a görög ABC legkisebb betűje sem, abból, amit az Atya mond, és amit az Atya akar. És háromszor jelenti ki az Úr Jézus Krisztus, hogy föl kell mennie éppen ezért, hogy beteljesítse az Atya parancsolatát Jeruzsálembe. És itt, amit most olvastunk, ez már a harmadik. És ezután azt mondja, most már nem csak készítelek benneteket erre, hanem most már elindulunk. Fölmegyünk valóban Jeruzsálemben. És Jeruzsálemben kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, megostorozzák és megölik. Ez az igazi válasz a kérdésre. A nagy kérdésre. Mit tegyek, hogy örök életem legyen? Nem mi tudunk érte tenni valamit. Te vagy én. Amit mi teszünk, az vajmi kevés. Egyedül Jézus Krisztus tesz érte, és tett érte meg mindent. És ő megtett érte mindent. Amikor a gazdag ifjúra gondolok, akkor eszembe jutnak a most élelmiszerboltban dolgozók. Nagyon tisztelem őket, és értük is nagyon imádkozzunk, hiszen ők állnak ott a fronton, hogy mi tudjunk vásárolni. És egy nagyon nehéz parancsot kaptak, azt a nehéz parancsot kapták, hogy mindig legyen föltöltve a polc áruval. És szinte sose tudják ezt teljesíteni, mert mindig jönnek a vevők, és rengeteget vásárolunk. Ugyanilyen a mi életünk is. Amikor meg akarjuk tenni, hogy tökéletesen tele legyen, és megtegyünk mindent, nem tudjuk megtenni, mint ahogy az árupolcokat se tudja a boltos tökéletesen feltölteni, mert mindig van, amit levesznek róla. De Jézus Krisztus megtette, és ez a mi nagy reménységünk, és ez az, amely megment bennünket. Amit ő tett, az tökéletes. Amit ő tett, az teljes. És abban tudunk mi szabadulást és megtartatást kapni. Ezzel kapcsolatban jut eszembe egy nagyon mai naphoz kapcsolódó példa. Ismerjük-e dr. Félix Roux, párizsi orvos, és dr. Louis Pasteurnek a nevét? Pasteurnek a nevét biztos jobban, akinek ugye a pasteurözött tejről, vagy a pasteurözésről egyáltalán, mint eljárásról ismerhetjük a nevét.
Louis Pasteur francia mikrobiológus és kémikus sok-sok betegségnek találta meg a védőoltását és fejlesztette ki. Amikor Párizsban a fekete diftéria járvány volt, ez a két doktor is szintén összefogott, és a járvány idején elvonultak egy erdős helyre, és ott fejlesztettek ki egy laboratóriumot, és minden áron meg akarták találni ennek a járványnak az ellenszerét, fekete diftéria járvány, még a neve is borzalmas. Azért is szörnyű volt, mert a Felix Roux orvosnak sajnos meghalt egy szerette ebbe a járványba, és nagyon szerette volna mindazok után is megtalálni az ellenszerét. 20 lovat hoztak oda, és ezeknek a lovaknak ezzel a baktériummal bekenték a fülét, az orrát, a száját, még a garatát is, és pillanatokon belül mind a 20 magas lázban volt, és abból 19 meghalt, és egy hosszú ideig még küzdött, ott volt az összes ápoló, orvos, és figyelték, hogy mi lesz ezzel a lóval, és egyszer csak lement fél fokkal a hőmérséklete, aztán 2 fokkal a hőmérséklete, és az éjszaka után pedig teljesen lement a láza, és reggel enni és inni kért ez a ló. És ezután ez a két orvos azt tette, hogy levették a vérét ennek a lónak, és berohantak vele, így olvastam, a kórházba, ahol 300 gyermek volt, már nagyon nehéz állapotban a járvány miatt, és adtak ebből a vérből nekik, és 3 kivételével mindegyik megmenekült. Ahol olvastam ezt a példát, annak ez a címe, egy győztes vére mentette meg őket. Egy győztes vére, aki legyőzte, azt a baktériumot megmentette őket. Ugyanígy tekinthetünk mi újból és újból Jézus Krisztusra, ugyanígy hívhatjuk őt segítségül, ő a győztes, aki már győzött, és akinek a vére megment bennünket. Leginkább az örök haláltól, mert az életünknek ez a nagy kérdése, hogyan kaphatok én örök életet, és mindabban, amiben ő meg akar bennünket menteni, mindabban ő megment bennünket. Mert olyan csodálatos látni ebben a történetben, hogy mi mindannyian örökösök vagyunk. Akik hiszünk Jézus Krisztusban, azok az ő áldásainak, az ő elkészített országának örökösei vagyunk. És mint az ő örökösei, ezt írja az ige, örökölünk 1000-szer annyit, 100-szor annyit, mint amennyit mi odaadunk, mint amennyit mi elhagyunk. Egy picit adunk oda, egy picit szánjuk oda, és 1000-szeresen, 100-szorosan megáld bennünket itt ebben az életben, és majd az örök életben. Mi az, amire most azt mondja Isten, hogy szánd oda, hogy tedd oda? Úgy gondolom, leginkább a mi egész életünket. Hidd el, hogy Isten kezében van a legjobb kézben. Hidd el, hogy Jézus Krisztus tud egyedül megtartani téged. Azzal kezdtem, hogy kérdések és válaszok. Millió kérdés van bennünk. Miért van ez a járvány? Miért kell most így Isten tiszteletet tartanunk? Mire kell most gondolnunk? Mi az, ami most a legfőbb tanítás számunkra? Hát, ha megértettük ebből az egészből, hogy a legfőbb kérdés az, amin el kell gondolkoznunk. Hogyan kaphatok én örök életet? És lehet, hogy sok mindent nem tudunk most megválaszolni, majd csak Isten fog rá választ adni valamikor, vagy csak ott nála. De egy biztos, a legfőbb kérdés fényében már most láthatjuk azt, hogy Isten böjtöt ad nekünk, hogy leszűküljön az életünk erre az egyre. Hogy meglássuk azt, hogy ez a legfontosabb. Hogy annyi mindenben vagyunk, 1000 dologban, és azt az 1000-et most el tudjuk engedni. És azt tudjuk mondani, hogy egy a szükséges dolog. És tudjuk-e azt az egyet választani.
Hogy egyáltalán föl tudja tenni Isten számunkra azt a kérdést, hogy neked mi a legfontosabb? És vajon van-e olyan kőszikla alapod, hogyha sok minden elvétetik az életedből, az a szikla mégis megmarad, mert arra a sziklára ráhelyezted az életedet. Ráhelyezted az életedet? Isten tiszteleten voltunk együtt, és ott is, ott Jeruzsálem előtt, Isten tiszteleten, mondjam így, hogy templomba volt a gazdag ifjú és a 12 tanítvány. Jézus Krisztus az élő templom, és oda gyűltek köré a gazdag ifjú és a 12 tanítvány. Csak az a kérdés, hogy melyik hogy ment haza. Mert a gazdag ifjú megszomorodva ment haza. Mert nem értette meg, mert nem engedte el azt a bálványt, ami ott uralta a szívét, és nem helyezte a legfontosabbra az életét. A tanítványok pedig ezt megtették, és aztán látjuk, hogy még sok mindent kellett megtanulniuk később, de már jó alapon volt az életük. És ezért, amikor jöttek próbák a továbbiakban, meg tudtak állni azokban a próbákban. Így hív bennünket is a mi Urunk, mert ha Jézus Krisztusra építettük az életünket, megnyertük őt, és benne a megváltást, a szabadulást, és sokszorossát kapjuk annak, amit elhagytunk itt a földön, már az életünkben, és a mennyben pedig örök életet és Isten királyságát. Így van. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, aki
ajándékozó úr vagy, bőkezűen ajándékozó úr vagy. Köszönjük neked, hogy kérdéseket is ajándékozol nekünk, azok helyett, a kérdések helyett, amelyeket mi fölteszünk, és amelyek sokszor sehova se vezetnek, olyan kérdéseket adsz nekünk, amelyek végén ott van a te jóságod, a te kegyelmed, a te irgalmad, az, amit te elkészítettél a számunkra. Köszönjük neked, hogy te magad adsz nekünk válaszokat. Bocsásd meg, hogy mi ilyen sokszor azt képzeljük, hogy vannak nekünk válaszaink. Hálát adunk azokért a beszorított helyzetekért, azokért a bizonytalanságokért, azokért a próbákért, amelyek között világossá válik, hogy valójában mennyire nem hasznosak a mi válaszaink, és milyen nagy szükségünk van arra, hogy te felelj a kérdésekre, amelyeket tőled kaptunk. Köszönjük, hogy te magad vagy a felelet, és köszönjük a te legnagyobb ajándékodat, életedet, amelyet odaajándékoztál miértünk. Köszönjük, hogy láthatjuk azt, hogy a legnagyobb kincs hogyan kamatozhat gazdagon, ha Isten akaratának a szolgálatára állítják, hogy a te tiszta, szent és szeplőtelen életed hogyan teremhet sok másik életet, új életet, tiszta, szent és az Isten kezében szeplőtelen életet, hogyan újíthatja meg a mi szívünket is, ha te kész vagy letenni. Kérünk téged azért, ajándékozz meg minket is ezzel, hogy ne azzal az öntudattal, amivel ez a fiatal ember hozzád ment, ne is azzal az öntudattal, amellyel Péter kérkedve mondta, hogy mi mindent elhagytunk érted, hanem azzal az alázattal, amelyet te tőled tanulhatunk, hadd legyünk készek letenni az életünket, azt a semmicske, haszontalan, mulandó életet, hogy tőled megkapjuk a sokkal nagyobbat. Köszönjük az örök élet ajándékát. Köszönjük azt a gazdagságot, amelyet kaphattunk tőled a mennyország kincseiben, a te békességed, a te örömöd, a te szereteted, amely betöltheti a szívünket. Köszönjük a közösség ajándékát, amelyet most olyan sokszor átéljük, hogy nélkülöznünk kell. Adorunk, hogy ha a távolból is, ha telefonhívásokon és internet kapcsolatokon keresztül is, hadd éljük meg annak az örömét, hogy te lelki közösségbe vontál bennünket. Kérünk, hogy áldj meg mindannyiunkat, akik itt a templomban hallgattuk a te szavadat, akik az interneten keresztül követték azt. Kérünk azokért, akik később hallgatják majd, mindannyian hadd tudjunk annak az örömében élni, amit te ajándékoztál nekünk a te igédben. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, hadd teljen meg a szívünk hálával a te jóságodért, amelyet megmutattál ezen a mai Isten tiszteleten is. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Imádkozzunk nemzeti himnuszunkkal is, népünkért, a most is sok vihar között élő magyarságért. Thank you.
zsidókhoz írott levél 6. részének a 11-12. verse így hangzik. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik a hit és türelem által öröklik az ígéretet. És az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves otthon lévők, hirdetésként 3 dolgot szeretnék mondani. Először is az alkalmainkat. Igyekszünk minden alkalmat így közvetíteni, vagy pedig utólag valamiképpen valamilyen jelzést feltenni. Tudjuk, hogy ezen a héten is már volt felnőtt konfirmáció, szerdai bibliaóra, felnőtt fiatalok közvetítés, és ugyanígy igyekszünk elérni a konfirmandusokat, a pároskör tagjait, volt ifjúság számára közvetítés, tehát keressük ezeket az alkalmakat. Örülünk, hogy megjavult a honlap pénteken, oda fellesztéve minden új információ bizonyosan, és a honlapon is sokféle jó dolgot elérhetünk már. Tehát legyünk együtt, hallgassunk minél több igét. Én erre hívok mindenkit, hogy kevés híreket és sok igét hallgassunk, igazán ez az, amely erőt ad bennünket. Hirdetem azt is, hogy a hivatal úgy van nyitva, hogy 10 órától 1 óráig telefonon el lehet érni bennünket. Nyugodtan keressenek a testvérek bármilyen lelki kérdésben, vagy pedig, hogyha segítségre szorulnak, vagy ha bármit szeretnének beszélni 10-től 1-ig, fogadjuk a telefonokat. És szeretném azt is hirdetni, hogy mi hívogatjuk az időseket folyamatosan. Aki idős, és szüksége van arra, hogy segítsünk a bevásárlásban, az hívjon fel bennünket. És aki pedig fiatal, és vállalná azt, hogy segít a bevásárlásban, vagy segít egy-egy idősnek, aki nem tud kimenni, az is jelentkezzen nálunk, mert nagyon fontos lenne, hogy így segítsünk egymásnak. Kérjük, hogy aki szívesen vállalkozik arra, hogy segít egy idősnek, az is jelentkezzen. És végül Isten tisztelet végén hirdetem az adakozást, mi itt tehetjük a templomban, hogyha testvérek szívét indítja Isten, akkor tehetik ezt átutalással, akár a persejpénzre, akár az egyház fenntartói járulékra gondolva, vagy pedig a diakóniára gondolva, mert ahogy sokakkal telefonálunk, kérdés sokaknak az albérlet megfizetése, vagy kérdés a gyógyszer kiváltása, olyan jó lenne, hogyha tudnánk ezekbe mind segíteni majd egymásnak. Az Úr a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Találkozzunk a legközelebbi, a jövő heti alkalmakon, akár jövő héten szerdán a Biblia órán. Énekeljük el befejezésül a 458. dicséretünk, mind a 4 versét, 458. dicséretünk, aki értem megnyíltál, rejtseló örök kőszál. Az ének után mindannyian egy szóban szeretnénk majd köszönni a testvéreknek.
áldás, békesség, találkozzunk minél gyakrabban. Isten áldjon mindenkit. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Immanuel, velünk az Isten. Az Úr kegyelme és az Úr békessége őrizze meg a szívünket a vele való közösségben és az egymással való közösségben. Áldás, békesség! Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Szeressétek ellenségeiteket! Üdvözlöm a testvéreket! Legyetek férfiak, legyetek erősek! Áldás, békességet kívánok mindenkinek! Valóságos békességet és valóságos áldást Isten jelenlétében. Bízzuk magunkat őre, higgyük el, hogy neki gondja van ránk. És én is azt kívánom, hogy minél többször és minél hamarabb majd közösségben találkozunk itt a templomban is, ne csak ezen a módon és ezen a formán keresztül, de áldja meg Isten, hogy ezen keresztül is közösséget gyakorolhassunk. Köszönjük.